Számtalan színdarab, film, televíziós szerep kötődik Bodrogi Gyula nevéhez. Nem csoda, hogy nagyon sokan voltak kíváncsiak rá a szabadhegyi találkozások vendégeként. A Nemzet színésze pályafutásáról, életének fontosabb állomásairól beszélt, így arról is, hogyan indult televíziós karrierje. Televíziózni 1957-ben, amikor csak olyan volt, hogy egy-egy filmet játszottak a tévébe, akkor én már fönn voltam a Szabadsághegyen, és annyi dolgom volt, hogy bemondtam a film címét, a szereposztást, de akkor én még nem látszottam a képen. Aztán már a vizsgaelőadásunkat 58-ban, azt már közvetítette a televízió. Bodrogi Gyula híradónknak elmondta, jelenleg a Mici néni két élete, a Janika és a Johanna a mágián című darabokban játszik, illetve Shakespeare vígjátékát, az Ahogy tetszik-et próbálja. Sokszor járt Győrben és a Győri Nemzeti Színházban is. Nagyon szerettem a Győri Színház előadásait, balett előadásait, de hát én még amikor alakult, az is egy pár évtizede volt, akkor már ide jártam Győrbe. Aztán hát ez egy olyan központi hely tulajdonképpen, hogyha valaki egy kicsit nyugatra akar menni, akkor először vagy Sopronba, vagy Győrben. Bodrogi Gyulával Simon Robert Balázs alpolgármester beszélgetett. Mint mondta, ő az egyik kedvenc színésze. Gyerekként én is a Süsű a sárkányon nőttem fel, hiszen a szinkron hangja, vagy inkább úgy mondanám, a hangja gyakorlatilag Bodrogi Gyula, de magát Süsű a sárkányt is azonosítják, nem csak a hangot Bodrogi Gyulával, tehát én azt gondolom, hogy ő az a személy, aki a kicsiktől, egészen a gyerekektől, a középkorúakig, a felnőtteken keresztül mindenkit meg tud szólítani. A szabadhegyi találkozások következő vendége Risztov Éva olimpiai bajnok úszónő lesz.